A karcagi Ferdinánd nevéből is adódik a tájegységre jellemző, hagyományos étel, mely a vármegyei értéktárban is szerepel. Fiatal szakácsok, cukrászok a Pelikánkupán, akik szívesen nyúlnak vissza a múltba és készítik el szüleik, nagyszüleik ételeit, akár újra gondolt formában. A Szolnoki Gulyásfesztiválon is egy magyarokra jellemző étel jelenik meg évről évre, ezzel erősítve a magyar gasztronómiát és identitástudatot. Ennek jegyében keresi a Jászlóskun-Szolnok vármegyei önkormányzati hivatal is a jásság és a kunság receptjeit. Az elfeledett jászkunsági receptjeink nyomában célja, hogy a régmúltból még fellelhető, vagy épp a jelenben is előszeretettel készített ételek hozzávalóit és elkészítési módját összegyűjtse, azt egy kiadványban megjelenítse. Nagyon fontos elmondani azt, hogy olyan recepteket várunk, amelyek térségi alapanyagokat, térségi hozzávalókat, a jászkunságban készült, itt megfőzött ételeket, kevésbé ismert, elfeledett ételeket, ételeknek a receptjeit tartalmazza. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kiemelt célja a hagyományőrzés és az értékek népszerűsítése. Ennek jegyében hirdették meg a szekrények, komódok mélyén kézzel írt családi szakácskönyvekben rejlő receptek felkutatását és közzétételét. A recepteket elektronikus formában, ha megoldható, akkor egy fotó kíséretében a felhívásban felelhető receptgyűjtőlap kitöltésével március 29-éig várják a vadas.sandor@jnsm.hu címre.